Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Ma egy spontán videóval, mint ahogy látjátok, egész más a háttere. Nagyon köszönöm, hogy velem tartasz, és megkérlek, hogy mielőtt persze a témát elkezdenénk, hogy hangolódj rá a mai videóra, hogy vegyél magadnak egy pár perc időt, hunyd be a szemed, és élvezd a hegyi kristály hangtál rezgését, lélegezz be mélyen, lélegezz újra ki. Remélem, jól ellazultál és ráhangolódtál erre a videóra. Ma nagyon szeretnék veled a karmáról beszélni. Többször említettem a videómban, hogyha szerelmi kapcsolatban vagy most például, vagy egy helyzetben az életedben, ahol úgy érzed, hogy ez nem megy tovább, valami fékezi ezt a továbbfejlődést, és ez nem alakul tovább, vagy pedig úgy érzed, hogy a lélektársaddal egy karmikus kapcsolatban vagy, és valami ott van közöttetek, ami hátrányolja, hogy ez tovább haladjon. Ha itten megtalálod magad, akkor érezd bele, és próbáld ezt tényleg belülről magadba szintén felmérni. Tudjuk, hogy az ok és az okozat, vagy a vonzás törvénye egy nagyon nagy jelentőséggel van az életünkre. Amit mi persze kisugározunk, azt vissza is kapjuk, vagy ez minden rezgés, minden rezeg, amit egy minden kimondott szó, egy elküldött gondolat, egy megtett lépés, mindegy nagy szerepet játszik, hogy hogy fejlődik, vagy hogy alakul az életünk tovább. És nem csak ebben az életben, múlt életi témákban is, és mindig az univerzumban minden egyensúly akar létrejönni. Egyensúly és kiegyenlítés szeretne létrejönni, és ezt képzeld el, mintha ebbe víz lenne. Akárhogy fordítom ezt a hegyi kristály hangtálat, a víz az mindig megtalálja a vízszint, vízszintesen, hogy egyensúlyba jöjjön minden. És úgy van az életünkben is, hogy érezd bele, amit adsz, azt kapsz. Hol voltál a lélektársaddal, esetleg túl önző, hol vártál el sokat, hol adtál többet, mint amit kaptál, hol nem adtál, és nagyon sokat vettél. Érezd bele, és próbálj magadnak egy egyensúlyt megteremteni az egész életedben. És amikor ezeket az összefüggéseket felismered, hogy ez minden egybe tartozik, és az egyik a másik oldalát serkent és fejleszti, akkor nagyon fontos tényleg, hogy felold ezeket a dolgokat, és próbálj egyensúlyt teremteni az életedben. Megbocsájtással, elengedéssel, feloldással, bármivel. De nem csak a lélektárs kapcsolatodban is. Hol érzed, hogy nincs az életed egyensúlyba? Hol érzed, hogy te sokat adsz és nem kapsz? Hol érzed azt, hogy te sokat kapsz és ott nem tudsz adni? Érezd bele, megkérdezzük a kártyákat, mi a lecke most, mit kell, hogy feloldjál ebben az életedben? Mit mondanak a kártyák? Szóval az utolsó kártya, hogy te legyél az uralkodó az életedben. Az azt jelenti tényleg az energia, hogy az igazságtalanságot, az igazságosságot teremts meg magadban.
de nem egóból, hanem tényleg érezd bele a szívedbe, hogy hol nincs valami igazság, hol nem megy valami igazságosan, hol vannak még itt ilyen nem egész egyensúlyban a dolgok. Az első kártya itt, ami kiesett, a hiányérzet. Lehet, hogy hiányba érzed önmagadat, ha hiányba érzed, akkor a másik, aki neked ezt tett, tükrözi. Nézd meg, hogy hol van magadban még hiány. Mit kell még, hogy feltöltsé? Hogy hol vagy még csalódott? Hol érzed magadat elárulva? Ez kell, hogy feloldjad. Ez kell, hogy meggyógyítsad. Megbocsájtással, önszeretettel, áldással, hogy ezt elengedjed. Mert itt látok tényleg egy nagyon fájdalmas érzést a 10 kardokkal, úgy látom, hogy igen, ez sikertelenséget, szerencsétlenséget és katasztrófát szimbolizál. Lehet, hogy úgy érzed magad, hogy sikertelen vagy, hogy nem haladsz tovább, hogy hiányérzeted van, és az kell, hogy elérd tényleg, hogy a kelyhek ásza bejöjjön, és ez a szerencsét és teljesen a szeretetet szimbolizálja. Hogy adjál elvárás nélkül, akkor felemelkedik ez a rezgés, és minél jobban kinyitod a szívedet, annál jobban tudsz adni, és fel fog minden emelkedni, és olyan embereket fogsz bevonzani, aki szívesen ad a szívéből, aki kinyitja a szívét, és képes adni, mert szintén szeret. A 8, érmék 8-as az azt szimbolizálja, hogy még itt is még egy kicsit visszatartod, még nem vagy abban az energiában, hogy végtelenül adjál, még mindig vannak elvárásaid, és ez tényleg a nehéz munkát szimbolizálja a 8-as, és az azt jelenti tényleg, hogy itt még dolgoznod kell ezen, hogy teljesen elengedd a dolgokat, hogy ez haladjon tovább. Nézzük most az ötök kardok ötöse, az pedig azt szimbolizálja, hogy vesztesség, és úgy érzed a vesztesség az idő azután. Hogy mi történik az idő ezután, hogyha tényleg vesztes vagy, vagy hogyha úgy érzed, hogy az a lélektársad nincs ott veled, vesztesnek érzed magadat. Ez a vesztesség érzés, ez még gyógyítandó. És kijött a cén érmék 10-es, és ez pedig azt mutatja, hogy a közösség és a család, és akkor a közösség, a család az a gazdagság. És azt mutatja, hogy az kell, hogy elérd, ne a vesztességre koncentrálj, hanem arra, hogy közösen többet el fogtok érni, hogyha kinyitjátok. A közösség adja az erőt, mert hogyha sokan vagyunk, vagy ha sokan vannak, vagy mindenki összetart, és mindenki szívből ad, akkor igen, egy nagy, szép közönség, egy hasznos valami tud létrejönni, és tényleg itt az a lényeg, hogy a te tudásodat, vagy a te tapasztalatodat itt be tudjad mutatni, mert akkor itt el leszel ismerve, hogyha te tényleg adsz, és nem vársz el a lélektársattól is, és nem mérgelődsz vele, hogy ő most mit, vagy hogy. Lehet, hogy nem is a lélektársad. Érezd bele. Ha úgy érzed tényleg a lélektársad, akkor szereted végtelenül, és elengeded. És az utolsó kártya pedig az jött be, hogy a kelyhe királynője, és ez a női passzív szerelmet szimbolizálja, hogy adsz, és nem vársz. És ezzel a szerelemmel eléred azt a rezgést, amivel ezt a karmikus dolgokat fel tudod oldani. Valójában érez abba is bele, hogy lehet, hogy nem minden kapcsolatban voltál ilyen, mint most. Lehet, hogy voltak kapcsolataid, ahol nem volt egyensúlyban, a te oldaladról. Érez bele. Nagyon szép estét kívánok nektek, sok szeretettel búcsúzok tőletek. Sziasztok, Valéria!